Zsóka, adjál már! Magyarázzátok meg a ne fizes plakátot ezzel. Oda is lehet így van. Hogy miért ne fizes? Nincsen ilyen, hogy uzsorastok ide a kezébe. Igen, az is most uzsorastokosunk. De ha ne fizes ide például, hogy ne gyilkosunk. Aha, az nagyon jó! Nagyon jó! Igen. Jó. Így a kell tenyerébe. Jó, jó. Igen, hogy felveszitek. Tudod, ezt. Ez aha! Tehát kínálják a gyilkosságokat ezek a mocskok! Megkönnyítjük, jöjjön be hozzánk! Vágott egy szétrekedésre van!
Igen. Én nagyon gyilkos vagyok. Meg is látjuk, hogy ugye van, aki a keresztnapjával a vállán Csányival plakátolja a bankokat. Hát ilyen háttérrel könnyű. Azért van pénzem ragasztóra, mert azt üzent a keresztnap, hogy ne fizessen. Ne fizess, sőt lehet, hogy ő fizeti, nem a ragasztó. Csak ennyit adhat. Hozhatna például még benzin, plakátot, nyomtató festéket, meg a költségeinkre, amit nem dolgozunk, és itten plakátolgatunk, meg ilyennel töltjük az időt. Tehát egész bátran keresztapa jöhetne. Lehetne kicsit nagyvonalúbb is. Spúci, persze, persze. Na, valahogy azt látom, hogy az ügyintézők eltűnnek. Jó napot! Vigyázzanak nagyon magukra, de leginkább a jó neveltetésre. Egy gyilkosok, igen. Kérdés, hogy melyik öngyilkos száradt az önök lelkén? De még egy plakát kíván. Itt egy nagy plakát van. Most gyorsan facebookozni kell, nem vagy nem dolgozik, hanem facebookozik, mert nagy család. Esetleg a gondoljakból beállunk egy fotóra. Tessék mosolyogni. Nem, most nézzük. Egyébként nagyon gyorsan meg lehet tőlünk szabadulni, ha már itt szóba elejettünk. El kell mondani, hogy az embereket hogy verték át. Annyi. El kell mondani, hogy nem mondtuk az embereknek, hogy ez lehet kétszerese, háromszorosa is. Mert a főnökeink sem mondták. Ennyi bőven elég. Eljönnek, felvesszük. Elmegyünk bíróságra, aztán a felese fog itt tüntetni többet a bankoknál, mert akkor magyar emberek szabadulnak ettől a mocsoktól. Ennyi nekünk bőven elegendő. Jó, majd úgyis jön nem sokára be, és akkor megbeszéljük. Jó, szóval a biztonságének lesz, és ezt a leples csávot, ezt engedje, mert akkor megdugcsizzuk a tényfeltárást, jó? Egy olyan másfél óra, jó, már többieket is lepotáltunk, hogy sírjanak. Aztán intézkedünk itt a Raiffeisenbe is. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! Ilyen, fognak ezek nyújti három évfogai még emberek? Nem kevesen. Akik most csak néznek, hogy milyen hülyék vagytok, három-négy év múlva, amikor ő sem tudja fizetni majd a mostan felvett hitelét, akkor kijön, hogy mit is raktak ezek ki a bankokra? Kikeresi a internetes archívumokból a plakátjainkat, megkeresnek. Tudod, mint a, vannak ilyen kommandós filmek, hogy a visszavonult kommandós megkeresik egy nagy feladatra. És lehet, hogy 3-4 év múlva, amikor mi már költjük el a kártérítést, és baromi jól fogunk belőle élni, akkor egyszer csak jönnek, hogy Zsóka néni, bocsánat, én meg a ilyen kicsi voltam, amikor ott tüntetett az Oktogonon meg a Deák téren, segítsen már, hogy kell csinálni. A nagypapám vette föl a hitelét. Igen, és még én fizetem a nagypapám hitelét is, fizetem is, el akarják vinni a házunkat, de már nem csak azt, amit örököltünk, hanem az összeset. Tessék már segíteni, hogy hogy oldjuk meg. Zsóka néni előveszi az archívumot, mint a kommandós a mesterlövészpuskát, tudod. És na hát akkor úgy kell, fiaim, hogy így, és így, és így. Így lesz ez, gyerekek! Igen, oktatásra! Hallod, ez ezt ragaszgatod, ezt viszed a bíróságra, de összed a kemeret. Igen, akkor ilyen plakátot van azért. Persze, na na, hát béreket elé nevés. Szemináriumokat tartunk. Lehet, hogy az akkori generációs rendőröknek előadást tartunk majd a rendőrakadémián, hogy hogy kell viselkedni a tüntetőkkel. És a pankosoknak, hogy mit kell csinálni, ha jövünk. Ha jövünk, igen, hogy jó, meg aki többet fizet, nem? És a lakékozjának Na, nagyon bírom már kérdés. Nagyon bírom, kongresszusi központban. Téreljük. Vagy a Kossuth téren ilyen nagy összelémetereket tartunk. Nagyon bírom. Nagyon bírom. Nagyon bírom. Nagyon bírom. Nagyon bírom. Nagyon bírom.